Sziasztok! Técsi László, először is gratulálok a futamodhoz. Azért ezzel a 30 éves motorral megmutattad, hogy hogy kell menni. Hogy érted meg belőle? Egy pici fáradtságot látok az arcodon. Hát nem kicsit fáradtam el, hanem nagyon. Hát nagyon örültem, hogy itt lehettem. Küzdelmes volt, ugye rajból hátrányba kerültem, de aztán próbáltam minél több mindenkit leszedegetni. Próbáltam vele éveket tartani, lendületet, úgy, hogy ebből a 25-es motorral régen is motorozni kellett. De úgy gondolom, hogy egész jó kijöttek a dolgok. És hát a végére nagyon elfáradt a kezem. Volt egy-két olyan helyzet, amikor már veszélyes volt, és akkor úgy jobbnak láttam, hogy inkább akkor bele lassítok, mert azért... Mi azt láttuk nézőként kívülről, hogy megmutattad, hogy kell menni egy ilyen 30 éves motorral a kisfiaddal együtt, és összesen is gratulálok nektek. Egy élménymotorozást láttunk annak ellenére, hogy elfáradtál, úgyhogy ha ez belülről is úgy éled meg, nekünk már külön öröm. Nagyon jó volt, tehát nagyon örülök, hogy rávettél, hogy itt legyek, mert ez Patrik érdeme, mert ő telefon felé volt, hogy mindenféleképpen indiak, egyébként nem hiszem, hogy eljöttem volna, tehát még egyszer köszönöm, mert így utólag, hogy teljesítettem, már nagyon örülök, hogy itt lehettem. Annak meg külön öröm volt, hogy a fiammal együtt tudtam menni egy futamba, sőt futam közben is találkoztam, mert ugye megém rajtolt, ilyen félszemmel őt figyeltem, amikor egymás mellé kerültünk, akkor is próbáltam neki segíteni, tehát hogy nem akadályozni, meg egy nagy tömegbukást is el tudtunk kerülni, az is teljesen jó volt, hogy kívül én belül, tehát ilyen jó szituációk voltak. Számunkra nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a Tétsi Klán tiszteletét tette a Hódmezővásárhelyi klasszik futamon, megható is volt, úgyhogy még egy óriási gratula, és bízom benne, hogy talán találkozunk még versenyzőként másik pályákon ezek is. Ezek után már most nem mondom, hogy nem, szerintem lesz azért még alkalom. Hajrá Tétsi család, köszönöm szépen. Sziasztok.